Mi az, amit minden magyar embernek tudnia kell Kán Károlyról? Az 1900-es évek fordulóján élt olyan erdőmérnök, aki az államigazgatásban is jelentős szerepet töltött be, de nagy munkája volt az erdőgazdálkodásban is. Felismerte az idők szavát akkor, és egy traumatikus helyzet után, ugye ez 1920-as években, egy programot indított, felfedezte azt, hogy Magyarországot tovább kell erdősíteni. Az megmaradt határokon belüli területeken milyen nagy jelentősége lenne annak, hogy minél több erdő legyen. És ezt a programot megalkotta, és közkincsé tette. Ezek után egyébként a természetvédelem megalkotója volt, hatalmas munkát végzett, és még nyugdíjazása után is tudományos munkát alkotott, és mindezek következtében jött létre egy olyan erdőtörvény, amely már a természetvédelméről is rendelkezett 1935-ben. Hozzáteszem, ezt már nyugdíjazása után tette. Tehát egy olyan ember, aki felismerte az adott korszakban a legfontosabbat, és azért tenni akaróan képes volt mozdítani, és az ő tervei alapján lehetett aztán, ha nem is rögtön, de későbbiekben az ő elvei alapján az alföld fásításokat véghez vinni. Az erdő az mindenki ügye. Az erdőnek höz mindenkinek van véleménye, az erdőt mindenki szereti. Ezért mondhatnánk, hogy az erdő egy közügy ilyen szempontból, és ezért a erdészakma, amikor Kán Károly szellemiségben felvetíti, hogy egyébként az oktatással, kutatással, a gazdálkodási helyzettel mik a körülményei, akkor számba veszi mindezeket, akkor végső soron minden cél az, hogy fenntartható módon minél jobb erdeink legyenek, és ez pedig mindenki számára fontos, minden ember számára. Úgyhogy itt, amikor egy szakmáról beszélünk, akkor azért közcélokról beszélünk. Az, hogy legyenek jó szakemberek, azok azért szükségesek, hogy jó erdőink legyenek. Hogy a klímaváltozásról beszélünk, azért fontos, hogy a jövőben is legyenek erdőink, és a szakemberek ezzel tisztában legyenek. Úgyhogy minden mai beszélgetésünk a jövőnek szól. Az erdészek általában a jövőről beszélnek, mert ott nyilatkozik, ott mutatkozik meg egyébként a munkájuk eredménye. És ez pedig az, hogy legyenek erdőink, jó erdőink legyenek, és szolgálják a társadalmat. Az erdő a természet a maga összetettségében eleve egy nehezen megérthető dolog, ezért mondjuk, hogy tapasztalati szakma. Sokat kell tapasztalni, és a tapasztaltabb emberektől, kollégáktól átvenni az ő tapasztalatukat, mert ugye nem kell említenem, hogy hát elültetünk egy csemetét, mikor lesz abból öreg fa, ha elültetünk egy erdőt, mikor lesz abból öreg erdő, és hogyha ezt természetesen módon újítjuk fel, akkor is bizony annak változását, fejlődését egy ember öltő alatt megtapasztalni nem lehet, egymástól kell átvegyük a tapasztalatot. Úgyhogy mindezek ezért fontosak, és ugye az erdőnek a hármas funkciója megmutatja, hogy mi minden szolgáltatást ad az erdő, és hogy ezeket a funkcióbeli szolgáltatásait, amit felsorolni is alig tudnánk egyébként, a hármas, a védelmi, közjólét és gazdasági funkció szolgáltatásait, ezt biztosítja, ahhoz nem elég mondjuk úgy, hogy hátradőlni és figyelni az erdőt, hanem bizony azért tevékenyen tenni kell, dolgozni kell, akár gondoljunk a klímaváltozásra, ebben a változó világban bizony hatékonyan és tevékenyen kell az erdőgazdálkodónak fellépni azért, hogy megmaradjanak ezek az erdők. Most ebben az erdőgazdálkodásban ezért ez a biológia háttér, amit az elején említettem, bizony ez egy nagyon összetett folyamat, de hát itten a mérnöki háttér, a technikai háttérnek is meg kell lenni ahhoz, hogy a faanyag, ami egy környezetbarát megújuló energia és alapanyag forrás, az rendelkezésre jön, azért bizony az erdőgazdálkodónak tenni kell, azért a feltárást, az erdőfeltárást el kell végezni, ahhoz nem csak nevelni kell a fát, hanem utána mondjuk úgy, hogy hasznosítani is tudni kell, ez is egyfajta tudomány, és hát ennek minden jogi környezete is, úgyhogy igen széles körül lenne, hogyha csak felsorolnánk azt, hogy mi minden adott az erdőkkel kapcsolatban, mindenről kell tudjanak, és hát egy nagy gazdaság, aki ezt végzi, annak bizony mindenre fel kell készülni, és hát manapság a közgazdaságtan is ugye egyre magasabb szinten
van gondolatban és elméletben, úgyhogy ezt is oktatják már ugye egy ideje, de hát kezdetben egészen más alapokról indultunk, egy józani parasztész is elég volt, de manapság azért egy vállalatvezetéshez ennél sokkal munkáltabb tudás szükséges. Úgyhogy igen, összetett a feladat, hogy mindenhez értsen is egy erdőmérnök, az azt gondolom, hogy lehetetlen is. Szakosodnak ezért kollégáink később a szakmában, de a jó kapcsolat megvan, és az egymásban az a bizalom meg kell legyen, hogy mindegyikünknek az a legfontosabb egyébként, hogy magát az erdészetet, az erdőgazdálkodást azért szolgáljuk, hogy magát az erdőt szolgáljuk, és fenntartjuk a társadalom érdekében, ahogy említettem. Ez az összefogás, ez megvan, az összetettség az egy... Azt gondolom egyébként más szakmákban is igen adott, akik a természettel foglalkozunk, gondoljunk csak az orvostudományra, az is egy kiszámíthatatlan és minden újdonsággal mindig rendelkező szakág, ilyen az erdészet is a természet összetettségből és változékonyságából fakadóan. Én fontosnak tartom, hogy magas szinten gazdálkodnak a kollégák, magas szinten végzik a munkájukat az erdőgazdaságoknál, és ehhez az kell, hogy jó szakembereket a különböző szakmákból is megfelelően képzett és jó szakembereket vonjanak be a vállalati igazgatásba, és amennyit tudnak egyébként az erdészek, az erdőmérnökök, ezt maguk is fel kell vegyenek tudást ebből. Mondják, hogy az erdészképzés, polihisztorképzés egy kicsit így van, mindenből tanulunk egy kicsit, de hát mindenből tökéleteset meg nem tudunk, úgyhogy az élettapasztalat, a szakmai tapasztalat az mindig is szükség lesz, és a folyamatos továbbképzés, az önképzés az mindig is jelen volt a szakmában, és azt gondolom, hogy ez is jelenleg is egy nagyon fontos tevékenység. Úgyhogy az összetettség ellenére a cél az azonos és egyértelmű, és a jó erdőket azokon az elveken, amelyet Kán Károly is lefektetett, a természetvédelmi célokon keresztül is bizony tudjuk szolgálni.